A következő percekben Ferkovics József grafikus és festőművészhez látogatunk, aki képeivel megannyi örömöt kínál a képzőművészet szerelmeseinek. Az alkotó folyamat során nem csak a vászonra, hanem a mű elkészülése után a lelkekbe is színt visz. A természeti környezet, a vadászat, az állatábrázolások is helyet kapnak műveiben. Alkotásai között nem csak festmények, hanem könyv illusztrációk is megjelennek. Én egy elég érdekes emberke vagyok, ilyen szempontból sokan mondják is, hogy rengeteg iskolában, tehát stílusban dolgozok, de pont azért, mert nem is akarom magam elkötelezni, mert én úgy érzem, hogy attól leszek színes és érdekes, ha minél több technikával dolgozom. Meg a másik az, hogy én rengeteget dolgozok, tehát én minden nap, ha nem dolgozok, bűntudatom van, de egyszerűen mindig festek, valamit kell, hogy tegyek, és ez csak úgy lehet, hogyha az ember változatosan dolgozik. Tehát, hogyha most egy fél évig grafikával foglalkozom, akkor utána nagyon jól esik egy olajjal, vagy akár egy akvarellel, tehát valami színes technikával dolgozni. Tehát azután újra felüdít. Tehát, hogy ez miatt a munkakedvem így nem szűnik meg. Tehát nem lohad le, hanem mindig így aktív vagyok, tehát szeretek dolgozni. Mindig izgatja az embert valami, mindig van valami, tehát ami foglalkoztatja. Van olyan, hogy 10 éves, mondjuk akár egy tematikus alkotás, vagy egy sorozat, újra értelmezés, átgondolás, amivel változott a szemlélet, esetleg más gondol hozzá. Tehát én szerintem a művészetben nincs ilyen, hogy végállomás. Tehát a végállomás sajnos az, amikor már el kell távozunk, föl kell szállni a vonatra, de addig szerintem egy igazi művész, amíg lehet, ahogy szokták mondani, amíg a lelkét ki nem leheli, addig dolgozik, tehát így, ez így van. Megvan egy bizonyos szabadságom, amihez ragaszkodok. Mindig van egy kompromisszum, amit a rendelő és az alkotó közt meglegyen, mert hogyha a nagyon elkötelez az ember magát valamihez, ami igazából nem is áll a szívéhez, csak esetleg technikailag tudja megoldani, az egy idő után, ahogy szokták mondani, ilyen döglött ügy lesz. Tehát, hogy ezt nem szeretném. Tehát én mindig úgy voltam a életemben, hogy hál' Istennek, úgy különben nem kell nekem igazodni a emberekhez, mert a kiállításon mindig a munkáim a sikereket érnek el, tehát tetszenek az embereknek a munkáim. Elég sok kiállítás van, tehát ugye elég gyakran vagyok az országban is, több városban volt már kiállításom, tehát most hál' Istennek jobban külföldön volt, most nemrégen Brüsszelben volt kiállításom, ott volt fél évig az anyag, most érkezett nemrég egy pár hete haza, úgyhogy ott is hál' Istennek azért sikere volt a kiállításnak. Sokszor az emberek félreértelmezik a művészetet, meg magát a rajztudást. Tehát az, hogy valaki technikailag készen áll mondjuk egy alkotáshoz, még nem biztos, hogy abból művész ember lesz. Én szerintem az elsődleges feladat pont az, hogy állítsuk meg az embereket, és egy kicsit így, hogy majd kinyissuk a szemét, és lássanak. Tehát olyan gyönyörűségeket, ami mellett esetleg elszaladunk nap, mint nap, én is sokszor sajnos, de mindenkivel sajnos ez a rohanó világ teszi, hogy fontos megállni és észrevenni bizonyos pillanatokat, akár egy alkonyt, vagy egy gyönyörű tájat, hogy ezeket az ember észrevegye, kicsit tudja ezek a apró örömöknek, szépségeknek is valamilyen szinten örülni. A festészet iránti érdeklődés természetesen nem korfüggő, így már fiatalkorban felbukkanhat. A gyermeki alkotóképességet Ferkovics József is igyekszik fejleszteni a legfiatalabbakban. Mindig azt szorgalmazom, hogy amikor járnak a stúdióba, hogy rengeteg vizuális látást alakulnak ki benne, tehát ami nagyon fontos. A mai oktatásban nagyon szomorú, de kiesik, és a gyerekeknek ez a vizuális látás mondjuk egy kicsit, meg akár a kreativitásuk is nagyon lohat, mert mindent készen kapnak. Na szóval ezt kell egy kicsit megakadályozni, és hogyha már egy 10 gyerek rá tudom venni, hogy kreatív legyen, egy kicsit másképp lássa a világot, akkor már elértünk valamit.